Augusztus 25-én szakmai konferenciával vette kezdetét Mezőberényben a 25. országos vadásznap. Az apró vaddal foglalkozó rendezvényen szó esett vadgazdálkodási kérdéseket feszegető példákról Békés és Fejér megyéből, a mezőnyullal kapcsolatos szakmai kérdésekről és a vadászkutyák apró vadas töltögen való használatáról. Másnap a Városi Ligetnél kialakított területen a főzőcsapatok versenyével vette kezdetét a vadásznap programja, amely után sor került még Prióda Judit festőművész kiállításának megnyitójára is. Az Országos Vadásznapon mondott ünnepi beszédében dr. Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, az Európai Unió legjobb vadászati törvényének nevezte a hatályban lévő hazai jogszabályokat, és szólt a 2021-ben esedékes vadászati világkiállításról is. Az ünnepség során több szakembert kitüntetésben részesítettek, továbbá a magyar és a szerb vadászati érdekképviseletek együttműködési megállapodást írtak alá. A délután során több kötetlen programon vehettek részt az érdeklődők, amelyek között szerepelt például a Vadászkürtös Fesztivál vagy a Vadászkutya bemutató.